Itt vagyok a Unicredit bank bejelentem a tevészkőt, az Octagon közelébe. Kedves ügyfél be akart menni, és ajtónálom nem engedte be. Mondjál már, mint hogy történt ez a dolog? Be akartam menni a bankba ügyet intézni, egy számlát szeretnénk nyitni az új KFT-nek, és a bank azt mondták, hogy nem engednek be ilyen ruhába. Aztán mondta, hogy miért a ruhában, nem lehet a bankba venni, az úgy viszont bemegy. Tehát azt azért nézzük meg, hogy van, akiket beengednek, minket meg nem engednek be. Majd valaki kint volt egy narancssárga ruhába, és azt mondják, azért, mert ugyanolyan ruhába van, mint én, és azért nem engednek be a bankba. Tehát olyan logikátlan ez a történet, és mondtam, hogy akkor panasz könyvet kérem szépen, és szeretnék panaszt tenni, most egyelőre tanácskozás van, tehát a biztonsági... Eldugták a panaszkönyvet? Eldugták egyelőre, ott látjuk bent, hogy a rózsaszín inges valószínűleg fiókvezető lehet, és a biztonsági főnök egyelőre tanácskoznak, és telefonálgattak hevesen, hogy most akkor panaszkodhatok, vagy nem panaszkodhatok, mert az is lehet, hogy panaszkodni se lehet. Hát én jól látom, itt ki van írva, hogy 8-tól 15 óráig van pénteken a nyitvatartás, tehát úgy tűnik, hogy most erősen nyitvatartási időben vagyunk, akkor, és valami értelmes választ ez a hajtanáló bácsi tudott adni? Nem adtak semmilyen választ, csak azt mondták, hogy nincs helyük, mert zsúfolt a bank. Hát látjuk, hogy minden ügyintéző nagyon zsúfolt a bank. Igen, ez jól látszik. Szemmel látható zsúfoltság. Igen, ezt mondta pontosan, hogy olyan jól megy a banknak, hogy csak előre jövő héten lehet időpontot foglalni. Nekem pedig 3-4-3-ra adtak időpontot. És a panaszkönyv is el van foglalva? És a panaszkönyv is el van foglalva. Nem tudnak vele mit kezdeni. Új, hölgyem, ez csúcs. Úgyhogy ezt mindenképpen fel kell tennünk. Tehát Unicredit banknak hívják ezt a bankot, a ügyfélsz... szolgált idő alatt nem hajlandók beengedni a kedves ügyfeleket. Nem engedik be az ügyfeleket. És akkor most, ahogy itt látom, már vagy 10 perce várod a panaszkönyvet. Hát legalább 10 perce várom a panaszkönyvet, és még azt sem hozták. Hát kérdezd már meg, hogy mi van. Várjuk be, hát hat. Mert én türelmes ember vagyok, időnk van, mert utaztam Budapestre, hogy ügyet intézek, és több bankot is végigjárjak számlanyítás ügyében, tehát nem mindegy, hogy hol nyitjuk meg az új cégünknek a számláját. Tehát akkor úgy néz ki, hogy itt károd is kellett követelni. És lehet, hogy kár lesz, csak hát azért fontos tudnom, hogy mik a lehetőségek, és összehasonlítani őket, sőt, ha nagyon hasonlóak, akkor pedig versenytörvény megsértése miatt is fel fogom őket jelenteni, hogyha nincsenek eltérések a különböző kondíciókban. Köszönjük, dolog. 2014. július. Kösz. Tehetünk? Riportot csinál. Kiről? Nem, igen. Panaszkönyv. Megkérnék, hogy a hangomat ne rögzítsek. Kifejezetten megkérdezem. Igen, akkor kérdezzél azt, hogy... Na hát akkor most... Hogy van? Most nem tudok válaszolni, ami teszik a hangomat. Nem is szégyenle az ügyfelek előtt a... Egy panaszkönyvet kérte. Jó, mondva hozzá, hogy megkérdezem. Jó, panaszkönyv. A közvetítéshez van joga. Közvetítéshez van. A panaszlappal rendelkezik, ami megfelel a hatályos jogszabályoknak. 3-3 nagyon szívesen felveszik a panaszát, addig sem lesz, hogy így ezek foglaltak, mint az előbb is mondtam. Az jól látszik egyébként az ön ügyintéző. Nagyon örülök, hogy ennyire jól ismeri a banknak az ügymenetét, hogy mivel foglalkozik egy ügyintéző a számítógép előtt. Mondom. Tehát 3-3-ig ide egyetlen ügyfelet se engednek meg, mert a rengeteg ügyfelet meg fogunk engedni. Igen, és akkor engem miért nem? Ez azért, mert ahogy mondtam, hogy ilyen ruhában vagyok azért. Értem, de ugye a panaszlap az egy másik, az nem egy ügyintézési kategória, pont amiatt szeretnék panaszt tenni, hogy engem nem engednek be, tehát diszkriminálnak. Az előbb azt mondta, hogy a ruhám miatt, tehát az öltözékem miatt, más meg azért, mert hasonló öltözékben vannak még kint az utcán emberek. Most ruha nélkül beengednek? 3-3-ban nagyon szívesen lehet. Ez már 3-4 van. Hogy az a probléma, hogy én most jöttem ide a bankba ügyet intézni. Máshol nem kell soha sorba állni. Hát dehogy nem, itt állok a sorba, én vagyok az bemegy első. Bemegy és húz egy sorszámot. Én vagyok az első, akkor hadd húzzak sorszámot, de a panaszlapot azt kérem, hogy azt be tudjak menni és kitölteni. Az nem kell nekem, itt is intéző, ön is bőven elegendő, biztosan tud benne segíteni, mit hova írja, esetleg én nem lenne logikus. Intézőm is segítenek 3-3-ig, akkor ide nem akarnak beengedni senkit. Nagyon szívesen beengedni senkit. Aha. Jó. Értem. Jó, hát fel fogjuk jelenteni a bankot nyilván, hogy engem nem akarnak beengedni 3-4-3-ig. És most mennyi a pontos idő? Most 11 óra 4 perc. És majd hát, a 3-4-3-5-5 percet fogom ezzel. Európában vagyunk. Európában vagyunk, itt a bank valamiért nem akar beengedni, nem tudom mi a probléma velem. Tehát teljesen van a másodszor. Nagyon csinos. Abszolút ilyen öltözékben. Tehát van itt valaki, aki nincs ilyen lepelve, próbáljuk meg, hogy esetleg más ügyfél. Tehát én lemondok most az elsőségemről, hogy valaki, hogy esetleg az úr, nem tudom, hogy be lehet menni? Az úr ide szeretne jönni. Az úr be szeretne jönni ügyet intézni. Nem lehet. Hogy?
Ez egy diszkrimináció, nem? Mi a be is mondják el neked is, hogy miért nem engednek be. Ne arra úgy, hogy mondja már meg, hogy miért nem lehet bemenni. Nem az el, az ajtó tájékoztatás kész. Nyisd ki, babám, az ajtó. De addig senki nem mehet be. Addig senki nem mehet be. Mi a probléma velem? Ha valaki jön, akkor mondjátok meg, hogy 3-4-3-ig senkit nem engednek be a bankba. 3-4-3-ig nem. Előbb azt mondta, hogy nem, hát sokan megy. Hát csak nem gondolja, hogy már egy könyv nem megy be velük. Ne ragudjon, tanuk nélkül, hogy menjünk be, így is átvernék az embereket. Együtt vagyunk, hát együtt is. Ismerkedni akart, Laci? Hogy? Ismerkedni akart? Ez ki volt ez a fickó? Várjon már egy pillanatot, várjon már egy pillanatot. Na most, hát mégsem mehetek be. De nem mehet. Várjál! Most ez azt mondja az úr, hogy be mehet, zárva van 3-4-3-ig nem akarnak beengedni. Azt mondja az úr... Az ajtót kérem, hogy érjétek becsukni, jó? Mert ez a mi ajtó, ezzel hadd csináljuk azt, amit én adom. Egyetek, csak ugye az a probléma, hogy egy kicsit nem tájékoztatok. Természetesen, ebben akkor jó. Tehát lenne, hogy az öné az ajtó, ez így lenne. Nem, azt mondtam, hogy az enyém. Az a miénk az ajtó? Az a bank. De érde, úgy a bank, hogy az első személy. Hát szuper. Tehát, hogy önök ki az ajtó. Az a bank vége. Hát ezzel nekem semmi probléma, viszont ugye nyilván mivel... Ugye azt tudja, hogy jogellenesebb csinálni. Nem, amit ön csinál, azt igen, nem engedi az ügyfeleket. De hogy nem mondtam, menjen be. Hát de nem engedtek, hát négyen akarnak. Négyen akarnak. Rosszul vagyok, rosszul vagyok. Parancsoljon. Itt a rendőrség, kívül a mentőn. Pohár videt, nem ad egy bank. Rosszul van! Gyertek már, rosszul van a sóka! Vizet nem ad. Hívjatok már mentőt! Vizet nem ad a bank, bezárják a bizonyos. Menjenek be, menjenek be, parancsoljanak! Hozzatok be. Vizet, vizet! Hozzatok vizet, légy szíves! Vizet hozzatok a zsókának! Hozzatok vizet! Tessék! Zsóka, itt a víz, parancsoljon, a banki víz. Nép pénzéből. Reméljük, hogy segít. Jó, és a hölgyet meg az urat engedjétek be, és üljenek le, jó? Jó. Fel tudsz kelni? Várjunk egy picit. Hívjunk mentőt? Hívjuk a mentőt, hölgyet? Hívjuk a mentőt? Igen. Próbáljuk. Gyere. Üljünk le. Na, szépen. Oké, szóljatok, ha valami gond van, Laci, jó? Ügyfeleket bezárják a ügyféltérbe.